Az argentin mérlege tehát 27-8, a 21 győzelméből 8 a KO-k száma. Bacskai Balázs a profik között veretlen, 14 győzelem, abból 8-szor idő előtt vetett véget az összecsapásnak. Ugye amatőr karrierjét hosszan-hosszan lehetne sorolni, a leglényegesebb elemek az Európa bajnoki cím 2010-ből, a junior világbajnoki cím 2006-ból, és 10 magyar bajnoki arany. Azt hiszem, ezek mind feljogosító tények arra nézve, hogy itt Bacskait esélyesként lássuk ezen a mérkőzésen. Remek balegyenessel nyit. Neki is ez ugye új szint a pályafutásában. Egyrészt edzőváltáson van túl, és most Tomi Kiddel alias Kovács Tamással készül. Másrészt ugye az első címvédő mérkőzése borzasztó nehéz volt neki ellenfelet találni. Senki nem akarta bevállalni Benjit. Több mint 10 utasították vissza, úgyhogy köszönjük Pittónak, hogy ő elvállalta ezt a szerintem eléggé hálátlan feladatot. Benji nagyon éles és nagyon komoly szintet képvisel, nem véletlen, hogy a WBO-nál már bent van a legjobb 15 között. Tehát tényleg elég komoly rálátással visz. Ez az edzőváltás mennyire dobhatja föl az ő karrierjét? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy én csak abból tudok indulni, nézd, nem láttam még boxolni, amit ő mond. Ő, Balázs azt mondja, hogy nagyon megtalálták az összhangot Tomi Kiddel, úgy emberileg, mint szakmailag. Szerintem az nem baj, hogy egy ökölvívó pályafutásában néha jönnek az új impulzusok, akár ilyen téren is, új edző, új módszerek, más edzőteremben, más kesztyűpartnerekkel. Én azt gondolom, hogy egy 33 éves bunyósnak ez jól jön, kifejezetten jól jöhet. Na nézzük akkor, hogy ott fent, mikor eltelt már fél menet a mérkőzésből, ott mi mutatkozik meg Bacskai boxában. Nagyon összeszedettnek tűnik, így az elején. Nincs egyszerű dolga, mert jó hosszú csápokkal rendelkezik az argentin, oda kell valahogy bejutni. Igen, kifejezetten hosszú karú Pittó. Ugye Balázsnak a kedvenc ütésfajtája a balhorog meg a balfelütés. Ezt beszéltük, hogy nem fogja azonnal a mérkőzés legelején megmutatni, hogy mivel akarja leütni, kiütni. Egy picit még ugye ezek a figyelem elterelés percei, menetei itt az elején. És aztán majd, szép kombináció. Igen, és aztán majd jöhet esetleg egy gyilkos balfelütés, balhorog, vagy fordítva, hogy annyira szeret Benji. Vaj, de jó testütés, jobbal. Tényleg egyenre nagyon precíz munka ez a részéről, és míves munka. Igen, erre külön hangsúlyt fektettek elmondása szerint Tomi Kiddel, hogy precíz legyen, nagyon-nagyon pontos legyen, hatékony legyen. Nagyon sok technikai feladatot csináltak. Most
talán valamivel kevesebb volt a kondicionális meló, inkább a precizitásra mentek rá. Új, de szép, de gyönyörű. Nagyon éles Renzsi, nagyon itt van most, majd a balfelütés. Itt a menet véges. Ugye nem feledhető, hogy az emlegetett úriember, aki most edzőként funkcionál, az vívott világbajnoki itt címmérkőzést. Bizony, Amerikában boxolt Bejbu Csumenovval, Tomi Kid is remek boxoló volt. De remek bunyos, egyébként Pitó is. Ne feledjük, hogy az amatőrök közt világbajnoki címet szerző, és a profik között is azt hiszem regulár világbajnoki címet szerző Jack Kulkánynak ő vett el a veretlenségét, az argentin, tehát nem akármilyen öklöző ő is, csak hát ugye mindenki úgy boxol, ahogy hagyják, és Benji nagyon jó, tehát ezt régóta mondom, annak engem elfogultsága vádol, de én vállalom, ő tényleg világszint, úgyhogy ha ő valakit egy-két-három meneten belül lerendez, az nem azt jelenti feltétlenül, hogy olyan gyenge az ellenfél, egyébként lehet, hogy az ellenfél is gyenge, tehát volt már nyilván erre is példa, de nem feltétlenül ebből kell kiindulni, hanem abból, hogy Benji ennyire jó. Ez a meccs még tart, mert még nincs megnyerve félretes nehesség, csak ha esetleg hamarabb vége lesz, akkor nagy bárki legyincsen Pittóra, mert mondom, ő vett el a világbajnok Kulkáj veretlenséget, igaz, nem ma volt. De a tény attól még tény marad. A tény attól még tény marad, így van. Na nézzük a második menetet. Bacskai keresi azt a bizonyos ütőtávot, ahonnan megrendítő ütést lehetne bevinni az argentinnak. Nagyon kellemetlen egyébként tényleg az argentin. Hát a hosszú csápjön, igen, de viszont nem gyors. Nem gyors és sebezhető lesz majd testen. Előbb-utóbb, hogy előre hozza a jobb könyökét, néznek, és Benji imádja a bal felütést testre. Oda a borda közre, oda lehet majd pattintani. A mágnensként vonza az a terület majd az ökölött. Igen. Oj, de jó bal egyenes. Hopp, megcsúszott. Az olyan elátkozott terület. Igen, pedig már Görbicsnek is akadgondja. Most nincs Molino, és mégis elcsúszik. Aj, de jó kombináció megint. Nagyon összeszedett egyelőre Bacskai. Reméljük, ez így is marad. Nagyon jó dolgozik testre. Ez nagyon fontos taktikai elem lehet a meccs egészét tekintve. Megpróbál az argentin is visszaverni. De az a precizitás, az a fegyelmezettség, ez jellemző Bacskai boxára. Azon most fent van a kéz. Ugye látszólag üt az argentin, de az mind a kesztyűn hal el. Aj, de beszaladt a bal horog. Na, ez most kemény. Ott van a sarokban az argentin. Nagyon szépen lép vissza, megüti, és épp, hogy annyit lép vissza, épp, hogy kikerüljön ütőtávból, de már is visszalopja magát. Remekül választ ütőtávot Bacskai. Úgy járkál ki be, mint a nyitott ajtó lenne. Igen, igen. Nagyon jó, hogy pont annyit lép csak vissza, hogy veszélyzónán kívül maradjon. De onnan azonnal be tud lépni. Semmi felesleges lépés, mozdulat. Pitó arcán már látszik a beszedett találatok utóhatása. Ó, gyönyörű kombináció. Bal, jobb bal. Itt a menet vége. Elég nehéz becserkészni ezt a csupa végtag argentint. De Benji megoldja, mert ezért becserkészte jó párszor. Hú, nem lennék az argentinejében most. És most sokkal szívesebben lennék a pontozók helyében. Most egyáltalán nincs olyan nehéz dolguk, mint az előző két meccsen volt. Egyértelmű Bacskai fölény. Nagyon élesnek tűnik most is Balázs. Csak maradjon. Öröm nézni ezt a precizitást, igen, amely jellemzi, igen, a bunyóját. Igen. Nagyon szép bal, jobb egyenes, talán egy fél tempó kihagyás, és úgy megy rá a balhorog.
Ugye kétség nem férhet ahhoz, hogy első osztályú iskolázottság, itt vannak a gyerkőcök. Ugye egy amatőr Európa-bajnok esetében színötös bizonyítványt érdemel az iskolázottság. Ugye Pitto szempontjából nagyon fontos lenne, hogy próbáljon a ring közepe körül maradni, és ne hagyja, hogy Benji odaszorítsa a kötelekhez, oda navigálja, de ez nagyon-nagyon nehezen. Új, de jó jobbos! Na először zavarodik össze, azt hiszem, az argentin. De Bacskai megint fegyelmezetten teszi a dolgát, semmi meggondolatlan lépés. Ügyelt a védekezésre is közben. Szép balval. Lepattant róla szinte az argentin. Az ütések kivitelezésének minőségében nem lehet összehasonlítani a két úriembert. Igen, nekem nem is ez fogalmazódott meg az első menetben. Teljesen más minőség, ahogy Benji üt, meg ahogy Pitto. Na, mi lesz ebből a szórásból? Felé lett a közönség. Eddig sem aludt persze, de most aztán nagyon talpon mindenki. Még fél menet van hátra a harmadikból. Nagyon szép dolgokat művelt ott a kötélnél Bacskai. Egy valaki nem élvezte, az pedig az argentin volt. Enguido, vamos! No le des tanto la iniciativa, cuando tú mandas un poquito, no es derecho, eso es. Tira manos rápidas, hombre, seguro de ti mismo. Eso es. No, most egy gyengécske balegyenes beszaladt Bacskai állára is. Salimos de ahí, pega y sal. No te quedes delante de él después de pegar, Guido. Vamos, mondjuk bátorságból jó érdemjegyet érdemel az argentin. De körülbelül ennyi. Igen, egyértelmű, hogy azért nem lefeküdni jött, tehát tényleg akar győzni, akar valamit kezdeni, szerintem őt is meglepi Benji teljesítménye. Bacskai gyorsabb, élesebb, keményebb. Ugye fel lehet térképezni egy ellenfelet, megnézni az előző felvételeket, stb. Igen. De igazán akkor lehet levonni a tanulságot, hát amikor szembeállsz vele ott hát a ringben. Nagyon más, mint valakit így kívülről látni. Tényleg teljesen más kávéház bent lenni a ringben valakivel. Nagyon szépen vette el Bacskai a fejét, és abból indul ellentámadásba. Kemény jobb! Szépen hajolgat egyébként Pittón, és szépen kivette magát. Igen, és tuffolja magát, nézze, még hergeti magát Pitto, tehát... Tényleg nem hajlandó megadni magát, az nyilvánvaló. Igen. Jó, még nem kapott akkora verést azért, tehát még korai is lenne. Lehet, hogy majd átértékeli egy későbbi szakaszában a mérkőzésnek mindezt. Még nem lett teljesen lebontva, de jó úton jár. Itt ugye arra vagyok, én személy szerint még arra vagyok kíváncsi, hogy tényleg akkor... De kemény jobbos volt ez. Igen. Ha sokáig tart a meccs, akkor a Benjire mindig gól jellemző jó kondíció az megmarad-e ma is. Erről mindig tökéletes állapotban érkezett a meccsre, ugye elsősorban hát önmagán kívül persze Marsi Lacinak köszönhetően, aki a korábbi trénere volt. Most Tomi Kid készíti kicsit más módszer, illetve Kodály Krisztián, ugye Tomi Kid segítője. Ez még elválik, hogy mennyire fekszik Benjinek. Eddig minden oké. Most is a fegyelmezettség az, ami jellemző. Fönt van a két kesztyű, az áll előtt, nehogy véletlen meglepetés érje Bacskait. Így aztán hatástalani tudja. Igen, ez az ő fő védekezési, támadásait is. Igen, fő védekezési módja, a kettős fedezék. Azt mondta, hogy sokat gyakoroltak más védekezési formákat, tehát a elhajlás, duking, stb.
Eddig nem annyit látna, tessék itt. Most tessék, itt egy, prezentálta neked. Így van, egy szép alsó duking, de többnyire azért most is alkarral, kesztyűvel veszi le az ütéseket. Na most megint beterelte a sarokba az argentint. Pitto tényleg dolgozik becsülettel, de közben számolatlanul nyeri az ütéseket. Oly, de milyen felütés! De gyönyörűen kipattant ez a jó, jó feje van az argentinnak. Igen. Újabb felütés. Igen, Benji nagyon szereti a felütéseket fejre. Ezt a Knezevicsot is azzal ütötte ki az aréna pláza, az arénában, tavaly szeptemberben. Aj, de kemény jogos. Mit kibír az argentin feje? Próbál visszatámadni Pinto, de megint beszed egy nagyon komoly jobbkezest, majd újra jön Bacskai, felütés is talál. Nagyon jól bírja az ütéseket Pinto, pedig ezek nagyon komoly csapások. Pitto szinte beleesett saját kettős fedezékébe, úgy lépett oda. No, még meg lehet egy kicsit hajtani itt a menet végét. Nem mint a kérdőjeles lenne, hogy kivitte el ezt a menetet, de Pitto még mindig hergeli magát. Ő még mindig kész arra, hogy harcoljon. Nem az a fajta, aki ülve fejez be egy meccset. Gyönyörű felvillanásai voltak ebben a menetben is Bacskainak. Talán nem volt annyira folyamatosan jó teljesítménye, mint az előző menetekben, de itt is, amikor megrázta magát, akkor a kemény jobb kéz. Pittónak, igen, itt is. Igen, az ember már azt várta egy ilyen tiszta ütésnél, hogy letérdel Pitto, de bírja, nagyon bírja. Masszív feje van. Fejben is, meg lélekben is. Nem törik össze. Igaz, hogy most már külön kozmetikust kéne hívni mellé. Kicsit átalakult az ábrázata. De tényleg nagyon jól bírja az ütéseket. Most már ugye az ötödik menetben vagyunk. Összefejeltek. Nincs szakadás szerencsére. Azt nézte meg a mérkőzés vezető is. Szorítani a kötélhez az argentint. Jöhet egy kis tűzi játék. Gyönyörű megelőző bal egyenes. Ott a villám úgy pattant ki. Gyönyörű, jobbkorok, szenzációs. Testre, balhorok fejre, gyönyörű kombinációkat üt Benji. Laza izom tónusból olyan szépen pattannak ki ezek a horgok, felütések. Egy picit, igen,
Aj, megint, és megint, mint hogyha pillanatra lekocsonyásodott volna Pittó térde, nem? De igen. Hogyha már halucinálom, de annyira, hogy ezt belenézem, belelátom. De egyébként van egy olyan jellegzetes mozgása, hogy néha az ember azt hiszi, hogy most aztán tényleg összezuhat, de nem. Igen. És ez az a mozgás a része. Picit így liftezik. Lehet, hogy ilyen laza térdizületei vannak. Vagy mi van a térdizülete helyén? Új, de kemény ez is. Na. Pittó még visszaver. Szépen veszi ki magát Bacskai. Pittó meg gyorsan ráveti magát, nehogy újabb csapások érjék. Jó a védekezés. Megelőző bal egyenes ismételten. Most rátesz egy jobbost is. Mint a falnak szaladt volna Pittó. Jön a becserkészés fázisa, ide szorul megint a kötélhez az argentin. Testen dolgozik Bacskai. Újabb meneten vagyunk túl, azt hiszem újabb Bacskai meneten vagyunk túl. Azért most látszik Pittó arcán is az elgyötörtség. Talán egyre is egyre jobban fárad, egyre jobban veszi le a kezét, vagy teszi szét a karjait, és akkor oda mehet a balfelütés Benji részéről. Azzal egy tényleg pillanat alatt le tudná zárni a meccset. Nagyon jó szeme van Balázsnak, lehet látni ezeknél a lastott felvédeleknél is, hogy mennyire nézi, hogy hova üt. Nagyon tudatosan, nem csak rápörög így reflexből, beidegződésből, hanem nagyon megnézi, hogy hova és mit üt. Még lassítva is gyorsak ezek az ütések. Igen. És nem úgy néz ki, mint aki hud elfáradt. Hát sok van még hátra, reméljük, hogy még van energiája, sok. Abba is bele lehet fáradni, hogyha az ember folyamatosan ütlegeli az ellenfelet. Bizony. Most már ugye a hatodik menetben vagyunk. Az argentin igen tisztességes verést bírt már ki. De még mindig kell neki belőle. Reméljük, hogy Bacskai tényleg nem fárad bele abba, hogy veri az ellent, mint most is. Jó a bal egyenes megint. Ó, most meg is került az ellenfél kesztyűit a két ütés. 2 percen belül a hatodik menetben. Mellé lép Bacskai. Ebből talán alkalmazhatna többet. Igen, főleg, hogy az előző mérkőzésen remekül lépett, nagyon jól alkalmazta ezeket a mellélépéseket és abból való kombinációkat. Balázs egyik fő erénye volt. Nagyon jól csinálja, csak nem üt belőle, de nem baj. Hát ha így lépre csalja majd. Igen, igen, így kitapogatja. Egyszer csak egy ritmusváltás és szép. Igen, Benjéken balkezes alapállásból is egész jól tud boxolni. Most szép. Ezt láthatjuk. Szépen lép el, nehogy meglepetés érje még az argentin részéről. Gyönyörű. Ugye most a balja a hátsó kéz, azzal talált be nagyon tisztán. Sigele.
Venga, Guido, por favor, a tú. Vamos, Guido, vamos. Derecha, derecha, croce. Fél perc még ebből a menetből. Érdekes, nem váltogatja az alapállását, most Bacska jön, hanem folyamatosan balkezes alapállásból boxolja ezt a menetet végig, hatodik menet. Hát egyébként ez is megvan. Gondolta, kipróbálja így is. Igen, igen, csak itt most kevesebb volt az igazán emlékezetes, látványos felvillanás. Picit játszott az elején, sok duking, sok mellélépés. Felmérte. Azok nagyon látványos pillanatok, igen, voltak. Igen. Kérdezem még, hogyha ütött volna belőle, és talált volna. Az lett volna az igazi, de így is rendben volt. Beszélik, hogy mit kell tenni a következő menetben, hogy megmaradjon ez az öv, ez a WBO nagyváltósúlyú interkontinentális öv Bacskai tulajdonában. Most megint normál alapállásban, úgy látszik, hogy ez a hatodik menet volt ilyen kísérleti jelleg. Kemény jobbos. Pitto még mindig megpróbál visszaverni. Szép bal. Balhorgokkal kísérletezik Bacskai, aztán oda bújik, hogy újabb balhorog, majd még egy. Szép, ez most egy szép, végre egy szép, tiszta fogadó balhorog volt. Igen, nagyon kellett. Csak belőtte azt a balhorgot, addig próbálgatta. Most becsúszott luft is. Egy, igen, egy ilyen balhorogra még menne, egy balfelütés oda májtájékra, ide jó lenne. Nézd meg, hát ott hogy már teszi fel a könyökét, a jobb könyökét. Pitto ütés közben. De egyenlően nem hajlandó lemenni semmitől. Igen, bár már régen voltak azért olyan igazán éles, veszélyes Bacskai akciók, főleg az első három menetben láttunk olyanokat. Azóta egy picit azért haloványabb. Ez szép. Szép. Újabb testütés jobb kézzel. Pitto most megrázza magát. Nem hajlandó megadni magát az argentin, de nyilvánvalóan nem is azért jött. Nem is lenne jó, tehát Benji pályafutásában sem nagyon kellett egy olyan ellenfél, aki valóban ellenfél, aki nem teszi fel a két kezét képletesen két bekapott pofon után, hanem megpróbál tényleg visszaszólni és nyerni akar, és erre kiváló alany Pitto. Hát nem vért, hogy ő vállalta a meccset, ugye? Másokkal ellentétben. Kihívásnak érezte, és meg is felel, igen, az elvárásoknak. Abszolút. Hát nem, a többiek sem azért utasították vissza, mert nem volt elég kihívás, hanem inkább pont ellenkezőleg. Pittóban van vér, ezt érez.